edzői inzultussal is tarkított nyilatkozat háborúba torkó labdarúgó Liga Kupa döntő idehaza. A Diósgyőr 2-1-re verte a Videótont, és ezzel 34 év után szerzett ismét trófeát. Jövő héten pedig a Magyar Kupa fináléjában az Újpest ellen folytathatja a hódítást, miközben a bajnokságban jelenleg hetedikek. A DVTK sportigazgatója Kovács Zoltán a stúdióban ő bennünk. Szia, jó reggelt kívánok! Hát ugye ezen a Liga Kupa döntőn korán sem voltak annyian, mint a Bundesliga 2-be följutó Lipcse ünneplésén, de azért a diósgyőri szurkolók kitettek magukért. Mekkora részük van a sikerben? Igen, fantasztikus hangulatot teremtettek, tényleg olyan mérkőzés volt, ami mindenképpen méltó egy döntőz. Éppen ezért nagyon örülünk, hogy pályáztunk a rendező jogára, és szerintem nagyon nagy részük van a sikerben, mert olyan hangulatot teremtettek a játékosoknak, hogy minden adva volt ahhoz, hogy győzelemmel. Tehát az udvariassági körön túlmenően is részük van a sikerben. Ja, abszolút, persze, mindenképpen. Tartottatok a Videótontól? Hát persze, az egyik legjobb magyar csapat, és ezt a meccsen be is bizonyították, mert nagyon jó futballoztak, éppen ezért még értékesebb a trófea. Nagyon jó a keretük, erős, jó játékosok alkotják, a végére bele is lendültek, most nagyon jó formában futballoznak. Mi hozta szakmailag szerinted a sikert, hát az egy erős csapat, egy komoly, főként légiósokból álló hadsereg, mivel sikerült megverni őket? Hát mindenképpen meg kell említeni a két gyors gólunkat, de utána is voltak, de nagyon hatékonyak voltunk elmúlt egy hónapban, ha ilyen hatékonyak lettünk volna, akár a Szombathely vagy a Ferencváros ellen vívott bajnokikon, akkor még előrébb állnánk a tabellán is, mert gyakorlatilag ugye az első két támadásból két gólt rúgtunk, de utána is a harmadik is, és a negyedik is gólhelyzetet hozott. El kell ismerni, hogy a Videóton többet birtokolt a labdát, és benyomott minket a kapunk elé időnként, de hogyha mi meg kiszabadultunk a szorításból, akkor nagyon veszélyes kontrákat vezettünk. Na most itt az edzői hajbokkopások mellett, meg tulajdonosi üzengetések mellett egy dologban biztos, hogy egyetértés van, hogy ez egy nagyon jó meccs volt. Szerintem a semleges szurkolók és nyilván diósgyőri szurkolók azt mondják, hogy kiváló mérkőzés volt, de szerintem a semlegesek is, de még a Videóton szurkolók. Igen, azt mondom, hogy ebben úgy tűnik, hogy konszenzus van, hogy maga a meccs nagyon jó volt. Nagyon szerintem is, bár én végig idegeskedtem, úgyhogy nem tudtam annyira élvezni, azóta már megnéztem kétszer, úgyhogy tudtam a végeredményt, hogy kellemesebb volt nézni. És a Videóton nehezen viselte a vereséget? Tehát arra kérdezek, hogy mi volt ez a konfliktus. Ugye azt mondja a Videóton tulajdonosa, a Garancs István, hogy a ti edzőtök Tomislav Szivics hergelte szerinte alpári stílusban a vendégeket, és ő nem is udvariaskodik ebbe a dologba. Szóval mi történt itt? Hát én azért nem szeretnék belemenni, mert egyrészt elindult a hivatalos MLS vizsgálat, és klubunk úgy határozott, hogy addig nem nagyon szeretnénk vele foglalkozni. Én ott voltam a helyszínen, hallani nem hallottam mindent, hiszen a padoktól mintegy 20-30 méterre vagyok ilyenkor a mérkőzések alatt, látni láttam. Az akópörgetés láttál, de az... Igen, az volt, de én azt gondolom, hogy azért egy ilyen felfokozott hangulatú mérkőzésben talán még az akópörgetés belefér. Az, mondjuk azt, hogy belefér, a Mourinho is szokott térben csúszni. Azért azt, hogy mondjam, hogy azt láttam, hogy arra is voltak a másik oldalról már reakciók, úgyhogy... Nem foglalkozunk ezzel, azért sem, mert nyertünk egy Liga Kupa döntőt, nekünk az 34 év után, mint ahogy a miskolci embereknek is, szerintem ez egy hatalmas siker, és főleg, hogyha ilyen jó mérkőzésről beszélhetünk, akkor szerintem a magyar futballban ezt meg kell becsülni, hogyha ilyen jó meccsek vannak rá, de se egy döntőben, hogy két csapat a győzelemért mindent megtesz, és nem árkotásnak a kapujuk elé, meg úgy szokták. Maradjunk abban, hogy itt azért mindkét kispadnál piszkálták szerinted a tüzet, meg azért, tehát volt egy... Hát egy heves légkör Ez egy döntő, hogyha egy kupa légkör volt. Egy tavalyi Real Madrid mérkőzést, vagy éppen egy idei Chelsea, tehát ahol a Mourinho az edző, szerintem vannak ott hasonló. Lehet, hogy még ennél keményebb dolgok is vannak. Azt szerinted itt azért felszínre jöttek, amikor Garancs István nyilatkozatát olvasom, valamilyen mélyebb ellentétek, és amikor ő a Tomislav Szivicset kritizálja, meg az, hogy nektek milyen gazdag a tulajdonosotok, meg az, hogy hazahozzátok Rudolf Gergelyt, aki nagy fizetést kér, aztán ingyen szabadultok tőle, meg hogy nem fizettek időben a játékosokért. Tehát itt én valamilyen mélyebb dolgot éreztem itt felszakadni veletek kapcsolatban. Mi a gondja a videót? Elképzelhető, de csak csalódás kell okoznom a kedves nézőknek, mert egyrészt ezekből a dolgokból ennek a 80%-a az én érám előtt volt, tehát nem tudnék hitelesen erről
nyilatkozni, a másik meg az, amit szoktam mondani, hogy hozzám a sportszakmai rész tartozik, azt gondolom, hogy ez a tegnapi nyilatkozat meg nem feltétlenül arról szól. De magyarán mondva, ennek az ügynek annyiban biztos lesz folytatás, hogy az MLS megnézi, hogy mi történt pontosan. Az MLS hivatalból is elindította, mert ha jól tudom, akkor meg a játékvezetői... Meg már adtak egy közleményt is, hogy mit szeretne minden. Na, egy biztos, Šivić mester úgy tűnik jól összerakta a csapatot, és az is biztos, hogy nem egy lagymatag stílusú ember. Hát nem, nyilvánvalóan ez a mentalitásából is fakad. Tüzes szerv. Így van, de ez a játékosokra is átragad, és jó hatással van rájuk ez a fajta stílus. Ha mindig hiányoljuk a győzni akarást, meg a győztes mentalitást a magyar futballból, akkor bizonyos fokig természetesen meg határokon belül ezt igenis át lehet venni. Mennyire jó szerinted most ez a gyúelegy, ez az összetétel Diós Győrbe? Van sok lelkes fiatal, van néhány rutinos focista, és van hozzájuk néhány erősítés jelentő légiós. Hát valahogy így kell felépülni ennek a dolognak, de most nem szeretném, hogy a Liga Kupa győzelem után minden szép és minden rózsaszín. Természetesen szeretnénk megerősíteni majd, vagy tovább erősíteni a csapatot. Ez csak egy lépés, ugye 10 hónapja dolgozunk együtt Tomislav Šivićcel. Nyilván vannak a háttérben különféle apróbb problémák, megoldandó feladatok, inkább akkor így mondanám. A szenvedélyet is szoktatok néha szakmai vitákat folytatni, akár zakópörgetéssel is? Hát ahogy a vitát jó értelemben veszünk, nem magyarosan, hanem jó értelemben, hogy vannak, akkor igen. Akkor persze, sokat minden nap beszélgetünk órákat, ez hozzátartozik a futballhoz. Az ünneplése sok idő nincs, jön a következő döntő. A Magyar Kupa döntő az ennél is sokkal fontosabb? Hát, hogyha azt vesszük, hogy mai állás szerint már az Európa Ligás indulásunk biztosított, ugye azért, mert az Újpestet kizárták a nemzetközi kupákból, akkor idézőjelben tél csak ott a dicsőség, de ez meg mindennél többet ér. Az ember azért dolgozik, hogy felemelesse ezeket a trófákat, és elmondhassa, hogy valamilyen nyomot hagyott maga után a történelemben. Ugye a klub megnyerte első Liga Kupa győzelmét, első Liga Kupa trófáját, ez már mindenképpen történelem írásként tekintendő. De szeretnénk újra, ugye Veréb Gyuri bácsiék után megtenni a következő lépést egy új szakasz felé, és mindenképpen elhozni a Puskás-Ferenc stadionba. Hát, nem úgy szeretnétek Európa Ligába indulni, hogy hát vesztesként adminisztratív... A dicsőség az mindenét. Segíts, világos. Na most ugye ez nem Diós Győrbe lesz, hanem a Puskás stadionban, de ha én jól látom, vélhetően hát minimum 7-8 ezer Diós Győri elkísért benneteket. Én nagyon bízom benne, hogy 25 ezer ember lesz, ugye, ha jól tudom, mind a két klub 9100 darab jegyet kapott, én abban biztos vagyok, hogy ezek elfogynak mindkét oldalról, aztán ugye a semlegesek, meg majd, ha egyáltalán semlegesek lesznek, ugye, akkor nagyon jó hangulatot fognak teremteni, szerintem mindenkinek érdemes kijönnie, mert fantasztikus hangulat várható. Hát a te szívednek biztosan nem, de a pályán könnyebb ellenfél lesz az Újpest abban a fináléban a Videotonnál. Most mondanám, hogy a bajnokságban elfoglalt pozíciókat nézzük, akkor hát, ez fix egyes, ami lennénk a rendező. Tehát Diós Győri győzelem várható, de ez Magyar Kupában, vagy bármilyen kupáról beszélünk, az égvilágon semmit nem jelent, hogy ki milyen pozíciót foglal el, úgyhogy az mint hogy a következő szezont elkezdenénk nulláról, nagyjából úgy kell felfogni, plusz úgy, de ezt a játékosok most megízlelték a siker ízét, ez egy még nagyobb siker lehet. Érzelmileg neked ez egy furcsa meghasonlás lesz? Hát nagyon, de a munkám Diós Győrhöz köt, az életem egy nagy részét mindenki tudja, hogy hol töltöttem, de én meg győzni, a pályán is mindig győzni akartam, úgyhogy vezetőként is most, hogy már nyertem egy trófeát, szeretnék még egyet. Leginkább most akkor erre koncentráltok, ehhez képest a bajnokságot kicsit elengedtétek? Már nagyon nagy mozgásteretek azért nincsen. Hát azért sem, mert nem árulok el vele titkot, hiszen ez nyílt dolog volt, hogy a kommunikációnkban is megjelent, hogy a prémium a játékosoknak akkor jár az egész éves teljesítményük, de hogyha hatban vannak. Aha, tehát ötödik vagy hatodik. Tehát mindenképpen nyerni kell, minimum még egy meccset, tehát arról nem beszél, hogy szerintem a játékosok is így gondolják, és nem helyettük szeretnék ebbe, hogy az utolsó hazai mérkőzést azt mindenképpen meg kell nyerni, és úgy búcsúzni a stadiontól. Hát akkor ez anyagi ösztönzés is van ezen abszolút. Aztán építitek tovább, a nemzetközi szerepléshez nyilván még tovább kell erősödni majd. Így van, meglátjuk, hogy majd milyen lehetőségeink lesznek megerősíteni a csapatot. Azt borítékolhatjuk, hogy erre a lehetőséget Šivić mester fogja újra megkapni? Élő szerződése van, úgyhogy ez biztos. Meg hát ilyen szezon után
nem valószínű, hogy bármi változik. Elvileg tudnom kéne róla, hogyha bármi más tervek vannak a felső vezetés fejében. Uh-huh. Na mindegy, azt mondja, tehát akkor ti már tervezitek. Meg gondolom, hogy neked már az a dolgot, hogy már tervezned kell a nyarat is, meg az őszt, igaz? Már régessége, elvileg már megvan a terv, majd meglátjuk, hogy ahogy az előbb is mondom, milyen objektív lehetőségek lesznek. Na, hát minden esetre akkor mindannyiunknak kívánjuk egy nagyon jó magyar kupadöntőt, mert ez megint jó lenne, ha lenne megint egy ilyen nagy közönség előtt egy szupermeccs. Legyen így. Gratulálok a Liga Kupa megnyeréséhez. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.